Esztergom és lakossága továbbra is elutasítja a Párkányba hulladékerőművet és hulladékfeldolgozót telepíteni szándékozó cég befektetési szándékát. Derült ki azon a nyilvános közmeghallgatáson, amelyet csütörtök délután a Városháza nagytermében tartottak meg. A közmeghallgatás a Nemzetközi Környezetvédelmi Hatástanulmány és Engedélyeztetés egyik feltétele volt. A fórumot egy zárt körű szakmai egyeztetés előzte meg, amelyen a pozsonyi és budapesti minisztériumok képviselői, valamint magyarországi szakértők is részt vettek. A cég és a szakértők álláspontja továbbra sem egyezik. A mi szakértőink nagyon korrekt módon elmondták azokat az elvárásokat, amelyeket ennek a hatástanulmánynak tartalmaznia kell, és a beruházónak milyen kitételeket kell teljesíteni, erre nem kaptunk visszaigazolást, nem kaptunk ígéretet. A beruházó kifejtette, hogy ezeket majd a későbbiekben fogja produkálni. Mi meg úgy gondoljuk, hogy akkor tudunk jól dönteni, ha minden információ birtokában vagyunk. A közmeghallgatás résztvevői élesen bírálták a gyártási technológiát, az üzembiztonságot és az esetleges környezetvédelmi hatásokat, miként a befektetési terv ellentmondásait is. Kérdésünkre, hogy a berendezésekre és a gyártási módra rendelkeznek-e nemzetközileg elismert tanúsítványokkal, a cég képviselője így válaszolt. Igen, azon a napon, amikor hivatalosan engedélyezik ezt az üzemet, akkor természetesen be kell tudnunk mutatni azokat a dokumentációkat, amelyek Esztergom tehát továbbra is ellenzi a beruházást, és ragaszkodik a nemzetközi környezetvédelmi egyezmények szigorú betartásához.